Ezek itt a terítésnek a folyamatábrái. Az a fiatal, aki éppen a soros terítő, ő ezeket használja, egymás után mutatja a különböző részfeladatokat, és amivel elkészül, azt az ábrát akkor ő megfordítja, és aztán következik a következő lépés. Ebédhez készülődnek a Holnap háza lakói. Az asztalokat Matyi teríti meg. A többiek az ételért mennek. A konyhában gluténmentes húsvéti kalács készül. Már ez ilyen hagyomány lett itt, hogy itt helyben sütött kis kalácssal, kakaóval, habos kakaóval és sonkával, meg hát szépen terített asztallal ünnepeljük itt közösen a húsvétot. A húsvéti ünnepek után az autizmus világnapját ünneplik majd a Holnap házában. Szombathelyen 3 éve készülnek, különböző rendezvényekkel április 2-ára. Tavaly a Falkó kosárcsapata jótékonysági gálát szervezett a ház lakóinak. Az idén pedig szülők kezdeményezésére egy séta lesz az Aranyhíd Mici Mackó óvodától kezdve egészen a főtérig. Kék lufikkal, zenével, figyelemfelkeltő plakátokkal. Aztán pedig a téren köszöntők, kis műsor fog elhangzani, és ezzel is szeretnénk felhívni az érintett gyerekekre, felnőttekre, családokra a figyelmet. A kék séta résztvevőit április 2-án délután 5 órára várják a Mici Mackó óvoda előtti térre. A rendezvény este 7 órakor a főtéren a kék lufik felengedésével zárul.